napon különböző kemény abroncsokat fogunk megnézni, hogy viselkednek. A fő feladatunk az az, hogy összehasonlítsuk az abroncsokat, és nem kell az életeket feszíteni. És egy ilyen félgyári-gyári csapathoz tartozni, és hogy részt tudunk venni egy ilyen gumiabroncs teszten. Ugye az idei évben ez már a második volt számunkra, volt egy közepes abroncs teszt, illetve most egy kemény gumiteszt. Picit az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hiszen még napközben egy picit esett is az eső. Alapvetően száraz volt a pálya, de azért nem a legmelegebb volt, az aszfalt sem, illetve a külső hőmérséklet sem. Összességében szerintem bizakodóak lehetünk, hiszen volt két új fejlesztésű kemény gumi, illetve volt egy harmadik, ami most jelen pillanatban az elérhető. Az új fejlesztésűek egy picivel gyorsabbak voltak, viszont még mindig nem melegszik annyira, még mindig nem is azt, hogy nem melegszik, hanem nem volt hozzá ideális hőmérséklet, ugye, amit beszéltünk is, hogy a külső hőmérséklet, illetve az aszfalt hőmérséklet sem volt megfelelő, de összességében úgy gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen közegbe tartozhatunk, és a mi véleményünkre próbálnak adni, és közösen próbálunk kifejleszteni egy olyan versenyképes abroncsot, ami ténylegesen az első helyért harcolhat. Akkor a H2 menjen vissza úgy, hogy megcseréljük az elejét a hátára, és akkor lejjebb megyünk hasmaggal, és akkor egyenlőre ennyi, utána meg, hogyha kell, akkor egy kújtó. És akkor időközben megnézzük meg a médiumnak. Volt egy master gumink, amihez kellett mérni két másik kemény keveréket. Igazán a reggeli bemelegítésnél próbálkoztunk minél jobb időket futni az eredeti gumival, és ahhoz mérten kettő másik keveréket próbáltunk ki. A második keverék bizonyult a legjobbnak, bár az idő az pont a médium, tehát a közepes keverékhez volt jó. Tényleg adnak a szavunkra, én azt látom, hogy fontos nekik a visszajelzés, fontos nekik az, hogy milyen infót adunk, mik az eredmények, nem csak az idő eredmények, nagyon részletesen kikérdezik, főként Mixit, hogy miket lát akár egy féktávon, mit lát egy oldaltartáson, kigyorsításon, tehát nagyon részletes dokumentációt készítenek minden egyes körről. Én azt gondolom, hogy így lehet majd fejlődni hosszú távon. And then we'll sit down and make a plan. Yeah? Yes. Jó, akkor most rakjuk fel a konkurens márkát, nem mondom ki a nevét. Nézzük meg, hogy ott érzésre mi az, amit éreztek, mert akkor legalább meglátjuk, hogy nem diffibe van-e az a különbség. Most nagyon bennünk van, igen, most mentünk. Gyorsan akkor menjünk haza, megint ugye csak kettőt. És akkor utána kovácsolunk egy tervet. Nincs. Máshogy vetted azt a kanyart, tehát mondjuk jobban meglassítottad, akkor ott, vagy később fékeztél, ott felugrott az idő, de elrontottad ezért a kigyorsítást, ott meg elvesztetted azt, amit megtettél. Sőt, ott a fékezésnél így nyert egy kis időt, és utána meg elvesztetted. Tehát, hogyha most ezt a kanyart nézzük, ez most nem tudom melyik kanyar, de egyébként ez egy másfél másodperc egy gyorsabb köröd,
tehát a féktávnál körülbelül 1,8 másodperce voltál gyorsabb, bejöttél a kanyarba, sokkal gyorsabb voltál, 2,6. 0,8-al gyorsabban. Igen, viszont 0,8-al lassabban is jöttél ki, és a következő kanyarnál 1,9-36. Tehát összességében később fékeztél, lassabban jöttél ki, de mégis ahogy, ahogy a lassabb körödbe csináltad, az volt a gyorsabb. Úgyhogy most az lesz, hogy fel fogtok menni a közepessel, és azt fogjátok érezni, hogy ez az ide való abroncs. Annak ellenére, hogy egy hard tesztet akartok csinálni, sajnos ez az időjárás szempontjából egy tökéletes időjárás. Törekszik arra, hogy jobbak és jobbak legyünk, úgyhogy már most jövőt építünk, és azokat az abroncsokat teszteltük, amit a jövőben fog készíteni a hangjuk. Itt volt a fejlesztési központból egy kollégánk, aki nagyon-nagyon sok hasznos adatot gyűjtött a mai napról. Sajnos időjárás tekintetében nem voltunk igazán szerencsések, mert hogy 20 fok körüli hőmérséklet volt, és az aszfalt is 30 fok alatt maradt, úgyhogy nem volt ideális a körülmény kemény abroncsokat tesztelni, és aztán a végére ki is derült, hogy ez valójában a hangjuk szempontjából még közepes időjárási körülmény, és a közepes abroncsok működnek a lehető legjobban, de az adatokkal, amit tudtunk ma gyűjteni, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon hasznos volt, és nagyon tisztán látjuk azt az irányt, ami felé kell a hangjuknak mennie.